Sziasztok! Ebben a videóban szeretnék neked segíteni a 2021-es angol középszintű érettségi reading, vagyis olvasott szövegértési részére való felkészülésben. Fontos, hogy először is kell csinálni. Fontos, hogy mindig a megadott helyre csak egy megoldást szabad beírni. Tehát véletlenül sem kettőt vagy többet. Nagyon fontos, hogy a beírt betűjelek, azok legyenek jól olvashatóak, a javítások pedig egyértelműek. Tehát, hogyha például javítasz, akkor és mondjuk B-ről A-ra javítasz, akkor a B legyen egyértelműen áthúzva, és az A pedig egyértelműen odaírva, hogy szerinted az a megoldás. Rendkívül fontos, hogy a feladat által kért szószámot nem szabad túllépni. Ez egyébként akkor is igaz, hogyha a válaszod egyébként helyes lenne, akkor sem szabad a szószámot túllépni. Egyébként, ha emlékeztek, akkor az érettségi előző nyelvtani részével foglalkozó videómban elmondtam, hogy rendkívül fontos, hogy a siker érdekében először is el kell jutnod az érettségi szintjére. Vagyis a nyelvtani résznél ez azt jelentette, hogy egy külön nyelvtani könyvből kell megtanulnod és begyakorolnod a megfelelő nyelvtani részeket a siker érdekében. Na most, ez a megállapítás, hogy el kell jutnod az érettségi tudás szintjére, ez a readingre is igaz. De itt tulajdonképpen itt miről is van itt szó? Egyrészt az érettségire bizonyos angol nyelvű szókincsel már rendelkezned kell. És ez azért, és ezért fontos az, hogy a gimi 4 éve alatt rendszeresen tanulj angolból szavakat, illetve kifejezéseket, illetve más idegen nyelvekből. Tehát a németes vagy, akkor nyilván németből. És ez a szókincsed ugyanis az érettségin, a readingnél fog előjönni. Tehát a readingnél különösen sokat számít, hogy mennyit értesz meg a szövegből. Számodra sok vagy kevés az ismeretlen szó. És ezért kell folyamatosan tanulnod a szavakat a gimi 4 évében, mert ez itt fog előjönni. Másrészt a reading esetében a legfontosabb dolog, hogy tapasztalatot kell szerezned az angol nyelvű szövegek olvasásában. Ugyanis a reading az elsősorban azt fogja mérni, hogy te képes vagy-e megérteni egy angol nyelvű szöveget. Érted, hogy miről szól az angol szöveg? És ezért a lényeg az, hogy minél többet olvas angolul. Tehát a readingre, az olvasási részre úgy tudsz felkészülni, hogyha minél többet olvasol angolul, így tudsz gyakorolni. Na most a gyakorlásra a legjobb módszer, ezek a kifejezetten nyelvtanulóknak íródott angol nyelvű kiskönyvecskék. Ezek kifejezetten diákok számára készültek, és ezek segítenek abban, hogy tapasztalatot szerezz abban, hogy milyen egy összefüggő angol szöveg. Ezekben látod a különböző nyelvi fordulatokat, illetve különböző anglicizmusokat, angol nyelvi kifejezéseket, innen tudod gyakorolni őket. És ezek egyébként level 1-től level 6-ig terjednek, és ezek segítenek neked abban, hogy megfelelő tapasztalatot szerez az érettséginek a reading részére. Akkor nézzük magát a tavalyi angol érettségit. Egyébként itt a középszintű angol érettségire készülünk most. Ahogy látod, nézzük az első feladatot. Ebben a feladatban egy interjút látunk. Először elolvassuk magát a feladatot.
In the following interview with an electrician, the questions have been removed. Your task is to match the questions and the answers. There are two extra questions that you do not need, és én megadtak egy példát. Tehát te a vizsgán ennyit látsz. Tehát itt gyakorlatilag arról van szó, hogy itt megadtak egy interjút, és ugye az interjúnak a válaszait látjuk, a villanyszerelőnek, az interjú alanyának a válaszait látjuk, és ugye az a feladat, hogy a kérdéseket betegyük a megfelelő helyekre. Ez az első oldal, és akkor itt a feladat második oldalán láthatod azokat a kérdéseket, amiket be kell tenned a megfelelő helyre. Na most, ennél a feladatnál a legfontosabb az, hogy először ugye nyilván el kell olvassuk a teljes feladat által megadott szöveget. Azt mondja, hogy ugye először megadtak egy példát, I am an electrician, és ugye ja, egyébként nagyon fontos, hogy két extra betűt is megadtak, amire ugye majd nem lesz szüksége, tehát két betű maradni fog. És akkor először a feladat első lépése, hogy elolvassuk a teljes mondatot. My dad worked with electricity and he taught me some basics. It was exciting. From my childhood I knew I wanted to be an electrician. Tehát, hogy ugye az édesapám ugye a villanyszerelő szakmában dolgozott és megtanított engem az alapokra, ez érdekes volt, és gyerekkoromtól kezdve tudtam, hogy én villanyszerelő szeretnék lenni. Tehát a megoldás első lépése, hogy elolvasod a teljes mondatot. És itt jön elő az, hogy azért úgy nagyjából értened kell, hogy ez magyarul mit jelent. Elolvastuk a teljes bekezdést. És utána a feladat megoldásának a lépése, hogy utána átmegyünk, átpörgetsz a feladat második oldalára, és itt látod a megadott, beírandó lehetséges kérdéseket. Itt a megoldásnak az első lépése, hogy mindegyik kérdést bepróbálgatjuk az adott helyre, és először az első lépés azt, hogy zárd ki azt, ami biztosan nem lehet. Tehát itt így pörgetned kell, forgatnod kell a két oldal között, lapozgatnod kell folyamatosan a két oldal között. Tehát az elsőben ugye megnéztük, hogy my dad worked with electricity and he taught me some basics, stb. Igen. Jaj, van itt to be an electrician. Mi lehet az ide illő kérdés? Először mindegyik lehetőséget elolvassuk. What do you dislike about your job? Ez ugye ez a példa volt, tudjuk, hogy a C, akkor ez nem jó. What do you do in your free time? Ez ugye azt jelenti, hogy mit csinálsz a szabadidőben, szabadidődben, what kind of education and training did you have, milyen fajta oktatás, illetve gyakorlatod van, what kind of people do you find it difficult to work with, milyen fajta emberekkel nehézkes számodra együtt dolgozni, what made you want to become an electrician, mi késztetett arra, hogy villanyszerelő legyél? How did you get your present job? Hogyan kaptad meg a jelenlegi munkádat? And what qualities or skills are important for an electrician? Milyen képzettségek, illetve készségek fontosak egy villanyszerelő számára? Igen. Stb. Tehát ugye ezeket elolvasod, és fontos, hogy magyarul értened kell, hogy miről van szó. Tehát ugye a megoldásnak itt a menete, hogy mindegyik feladatot ugye végig, mindegyik megoldást végig pörgeted, mindegyik megoldást elolvasod, és először zárd ki azt, ami biztosan nem lehet. És akkor ugye tehát mindegyiket elolvasod, és akkor utána szépen be kell írni
a megoldásainkat. Az fontos, hogy ha elsőre nem tudod a megoldást, tehát elsőre nem vagy biztos abban, hogy mondjuk az első kérdés az mi lehet, tehát nem tudod rögtön a megoldást, akkor hagyd ki az adott kérdést, és menj a következőre, és majd a legvégén térjünk rá vissza. Maga a feladat megoldása, ez egyébként így néz ki. Tehát, my dad worked with electricity and he taught me some basics, it was exciting. From my childhood I knew I wanted to be an electrician. Erre a kérdésre, tehát hogy az apám hát ugye villanyszerelő szakmába dolgozott, és ő tanított meg engem a szakma alapjaira, ez érdekes volt, és kora gyerekkoromtól fogva tudtam, hogy én villanyszerelő szeretnék majd a későbbiekben lenni. Erre az a kérdés jön, hogy what made you want to become an electrician? Hogy mi késztetett arra, hogy villanyszerelő legyél? Utána. Tovább megyek, elolvasom a kettest. I went to a vocational school, then I took a 4-year course with an underjob experience. Tehát szakiskolába mentem, ahol elvégeztem egy 4 éves képzést szakmai gyakorlattal együtt. Ez az underjob experience, ez azt jelenti, hogy az oktatással egybe kötött szakmai gyakorlat. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem csak tanulta a villanyszerelői szakmának az elméleti alapjait, de bizony gyakorlatot is szerzett a képzés közbe. És itt ugye akkor megint pörgetek ugye a különböző megoldások között, tehát ugye visszamegyek, megnézem az összes lehetséges megoldást, és ezekből kiválasztom a megfelelőt, ami itt a kettesnél, ahogy látom, ami itt a kettesnél a D-nes lesz, tehát what kind of education and training did you have? És akkor ezt ide beírom, ide beírom a ketteshez, hogy what kind of education and training did you have? Ugye azért, mert itt rá kell jöjjek, hogy az a megoldás menete, hogy itt ugye arról beszél, hogy először ugye elment szakiskolába, aztán megcsinálta 4 éves szakmai gyakorlatot, tehát itt miről van szó? Hát arról, hogy milyen képzést kapott, és milyen fajta gyakorlattal rendelkezik. Ugye erről beszél, tehát itt ugye a D-nes lesz a megoldás. Ő a D-nes. Először egyébként javaslom, hogy szintén először érdemes erre a feladatnak a legelső lapjára kitölteni, ugye a task van alá kitölteni a megoldásaidat, mert így a saját dolgodat jelentősen megkönnyíted. Itt ugye erről van szó, tehát beírtuk a D-t. És egyébként akkor ugye azt tudjuk, hogy a beírt megoldásaidat az jó, hogyha így kihúzogatod. Tehát hogyha ugye itt az elsőnél az F-et, a másodiknál pedig a D-t előttük, akkor a D-t meg az F-et egyszerűen kihúzom. És ugye úgy megyek tovább. Jó, megyek tovább, megvan a kettes is. Megyek tovább. I searched job websites and sent letters of application, then I did some interviews, and I was offered this position by the company. Tehát ugye különböző munkakereséssel kapcsolatos weboldalakon böngésztem, és jelentkezési leveleket küldtem, magyarul ugye elküldte az önéletrajzát sok különböző helyre, aztán ugye interjúkon vettem részt, és aztán felajánlották nekem ennél az adott cégnél lévő állást. Hát itt ugye miről van szó? How did you get your present job? Hogyan kaptad meg a jelenlegi munkádat? Itt egész egyszerűen erről van szó. És akkor ugye fontos, hogy ide ez a Géza, beírtuk ide a G-t, how did you get your present job, kihúzom a G-t is, és ugye megyek tovább. De még egyszer azt ne felejtsd el, megoldás alapvető menete, hogy minden egyes helyre, minden egyes betűt bepróbálgatok, és ha tudom, hogy például a hármas helyre csak a G jöhet, na akkor írod be a G-t. Ha egy adott helyre úgy gondolod,
hogy jöhet kettő vagy annál több különböző megoldást, akkor azt hagyd ki, és menj a következőre. Először mindig csak azokat írd be, amiben biztos vagy, hogy oda csak egy betű jöhet. Tehát először a fixeket írd be, amiben biztos vagy, hogy az a megoldás. Menjünk tovább. First, I collect the materials I need. Then I go and do the job. At the end of the day, we usually have a quick meeting. Tehát először összegyűjtöttem a szükséges anyagokat, vagy az anyagokat, amire szükségem volt. Aztán mentem és ilyen megcsináltam az adott munkát. És a nap végén általában volt egy gyors találkánk, tehát vagy egy gyors megbeszélésünk. Tehát itt pedig ugye azt írja le, hogy could you describe a typical working day, hogy tudnád jellemezni, el tudnád mondani, hogy hogyan néz ki egy tipikus munkával töltött napod? Egy tipikus napod a munkában hogyan néz ki, itt ugye arról beszél, ez a László lesz az el. Aztán megyek tovább. I like the opportunities that come with the job. Last year I got to travel to Africa with my company. Tehát ugye szeretem az állással együtt járó lehetőségeket. Tavaly, hát ugye lehetőségem volt elutazni Afrikába a céggel. Itt pedig ugye arról beszél, hogy mi az, amiket szeret a munkájában. What do you enjoy about your job? Tehát, hogy mi az, amiket szeretsz a munkádban? Egyébként ennél a feladatnál is vadászni kell azokra a különböző kifejezésekre, amik segítenek rávezetni téged arra, hogy mi lehet a megoldás. Például. Tehát mik azok a kifejezések, amik szeretnek, amik segítségével rájössz arra, hogy mi lehet a megoldás. Itt például a legelső mondatban arról beszél, hogy I like the opportunities that come with the job. Szeretem azokat a lehetőségeket, amik a munkámból származnak. Szeretem a munkámból adódó lehetőségeket. Tehát itt arról fog beszélni, hogy mi az, amit ő szeret a munkájában. Aztán megyek tovább. Sometimes traveling long distances and cold weather can be difficult. Tehát, hogy néha a hosszú távolságok és a hideg időjárás az eléggé bonyolult, eléggé nehéz lehet. Itt pedig arról beszél, hogy what do you dislike about your job? Tehát mi az, amit nem szeretsz a munkádban? Hát mi az, amit nem szeret? A hosszú távolságokat, illetve a hideg időt. Megyek tovább. 7. You have got to have a logical open mind. You also have to able to solve problems quickly. Tehát logikus és nyitott gondolkodással kell rendelkezned, és képesnek kell lenned arra, hogy a problémákat gyorsan megold. Itt miről beszél? Hát itt ugye megint azt csinál, mert megint ugye átpörgetek a második oldalra, és ugye egyébként a már beírt megoldásokat kihúzogatom, végignézem az összes megmaradt megoldást, bepróbálgatom az összes megmaradt megoldást, és akkor rá kell, hogy jöjjek, hogy ez egyébként a hugó lesz, a H. What qualities or skills are important for an action? Ugye erre kérdez rá, hogy milyen készségek kellenek egy villanyszerelőnek, milyen készségekkel kell, hogy rendelkezzen egy villanyszerelő. Hát ugye logikus gondolkodásmód és nyitott elme, nyitottság az új ötletekre, és az is fontos, hogy a problémákat gyorsan megoldjuk. Tehát itt ugye arról beszél ez a két mondat, hogy melyek azok a készségek, amik szükségesek egy villanyszerelőnek. Aztán megyek a 8-asra, I meet my friend at the weekends and we often play football. Hétvégente a barátaimmal találkozom és gyakran focizom. Ez pedig ugye itt arról beszél, hogy mit csinálsz a szabad időmben, mert ugye miután lefordítottam a magamban az angol a mondatot magyarra, tudom, hogy itt arról beszél, hogy mit csinál a szabad idejében. Tehát, legelső lépés, ide beírogatom, ha nem, ugye nyilván a teljes mondatot azt nem kell beírnod, mert arra nem lesz időd.
Tehát arra, hogy bemásod ide a teljes mondatot, nyilván nem lesz időd, te majd csak egy betűt fogsz ide beírni, például az F-et, ide jön az F, ide jön a D, és nagyon fontos, hogy miután beírtad a típjeidet, a megoldás utolsó lépése, hogy innen az előző oldalról bemásolod, beírod a kért helyre a megfelelő betűket. Tehát, ha te az egyes helyre úgy gondolod, hogy oda az F jön, a második helyre a D, harmadik helyre a G, akkor innen, erről a lapról a következő lapra át kell másolnod a megoldásaidat. Tehát az előző oldalra adott megoldásaidat erre a második lapra be kell írnod, azért, mert a javító tanár csak azt értékeli, amiket ide, ezekre az üres, fehér négyzetekre írtál. Tehát a megoldásaidat átmásolod ide, és akkor már is van 8 pontunk. Jön a következő második feladat. A második feladat az alapvetően arról szól, hogy először elolvassuk a feladatot. Ugye azt nem kell külön mondanom, hogy a nevedet, illetve az osztályodat, azt minden egyes lapra már előre felírtad. Második feladat, elolvassuk a feladatot. Read this story about an archaeological discovery. Some paragraphs are missing. Your task is to put the jumbled paragraphs back in order. Write the letters in the white boxes as in the example. And there are two extra paragraphs that you will not need. Tehát, ez egy régészeti felfedezésről szóló szöveg. Itt, amit látunk, az az, hogy megadtak nekünk egy szöveget, ami egy régészeti felfedezésről szól. Megadtak egy szöveget. Ez egy összefüggő, teljes szöveg. A szövegből kihagytak nekünk mondatokat. És itt ugye a lényeg az, hogy neked kell összetenni ezt a teljes szöveget. Tehát ez a feladatnak az első oldala, és itt a feladat következő oldalán látod a feladat által megadott mondatokat. Ugye ez itt nem fontos, most a megoldás az nem fontos. Tehát ezen mondatok közül kell választanod, és ne felejtsd el, hogy a feladatban annyi a nehezítés, hogy lesz kettő olyan mondat, amit nem kell sehová sem beírnod. Tehát ezen mondatok közül kell választanod. Tehát ezt fogod látni, és ezen mondatok közül választasz, és ezeket kell beírnod ide. Na most, hogy kell megoldani az ilyen típusú feladatot? Itt a megoldásnak a legelső lépése, hogy azt kell neked kitalálni, hogy melyik mondattal kezded a feladat megoldását. Tehát ez itt a kulcs. Mi a megoldási sorrend? Melyik az, amivel kezdeni fogod magát a megoldást? Tehát itt egyébként a teljes mondatot végigolvasod, és itt is vadászunk azokra a szavakra, azokra a kifejezésekre, amik segítenek nekünk abban, hogy eldönthessük, hogy vajon melyik mondat lehet az adott mondat előtt vagy után. Például. Én itt egyébként, tehát itt még egyszer, az ilyen típusú feladatnál, amikor egy történetet kell alapvetően összeraknod, akkor a legfontosabb dolog, hogy azt találd meg, hogy melyik mondattal kezded a feladat megoldását. Milyen információk vannak megadva? Vadásszuk a segítő kifejezéseket, segítenek nekünk a megoldásban. Tehát itt melyik lenne az a mondat, amivel kezdenéd. Melyikkel kezdenéd? Például. Nézzük meg itt a 10-es alatti részt. I ran to my mom shouting, I found a sword. She said it looked like a Viking sword. Daddy got so excited that he didn't even watch the football match. Tehát, anyámhoz rohantam azt kiáltva, hogy találtam egy kardot. Azt mondta, hogy ez olyan, mint egy viking kardhoz hasonló. Apám olyan érdekes lett,
hogy még a foci meccset sem nézte meg a tévében. Tehát a 10-es bekezdés után megadták azt, hogy rohant az anyjához azt találva, hogy azt mondva, hogy talált egy kardot. Ugye? Tehát mi itt a segítség? Tudjuk, hogy itt talált egy kardot, egy viking kardot. Akkor most ugye oda megyek a beirandó mondatokhoz, és valami olyan tudom, hogy valami olyan mondatot kell keressek, aminél valami viking kardról lesz szó, vagy valami kardról. És ez egyébként a H lesz. Tehát még egyszer, az nagyon fontos, hogy azt mindig ennél a feladatnál fejbe kell tartanod, hogy éppen hol tartasz. Tehát te most a 10-es helyre keresed a megoldást. Nem a 9-esre, a 10-esre. Most a 10-es mondatra, vagy esetleg a 11-esre keressük a megoldást. Egyébként most éppenséggel pont a 11-esre keressük a megoldást, tehát ott tartunk, hogy talált egy kardot, valószínűleg egy viking kardot, és az apja izgatott lett. Na ezután vajon mi lehet? Végignézzük az összes megoldást, végignézed az összes megoldást, és akkor itt egyébként láthatjuk, hogy I was, tehát most a 10-esnél tartunk, tehát a legelső mondat, amit ki tudunk a szövegből bogozni, a megoldásnak, a feladat megoldásnak a kezdete, az egyébként itt lesz a kardos szöveg alatt. Tehát először én szerintem a H-t tudod beírni az egyes helyre. I ran to my mother shouting, I found a sword. Tehát ment az anyjához, azt üvölt vagy talált egy kardot, és úgy néz ki, mint egy viking kard, és az apja izgatott lett. Tehát ez a kiindulási pontunk. Innen tudom, hogy a legelső dolog, amit innen a beírandó mondatok közül be tudok írni, az egyébként a H lesz. I was in the water when I felt something long and hard in the sand. I pulled it out and shouted, look what I have found. I think it's a sword. Ugye? Tehát na most nyilván ennek a feladatnak a megoldása az egyébként szükséges némi memória. Ugye, tehát az fontos, hogy valamilyen szinten tartsuk észbe, hogy miről van szó. A vízben voltam, amikor valami hosszú és keményet éreztem a homokban, kihúztam azt a valamit, és kiáltottam, nézd, mit találtam, azt hiszem, ez egy kard. Ugye? Tehát ez a H. És akkor ide az egyesre be tudjuk írni ezt a mondatot, hiszen ugye az anyjához rohant, és utána mondta, hogy én találtam egy kardot. És itt ez a lényeg, hogy talált egy kardot, egy viking kardot. Tehát ide a 10-esre valószínűleg egy olyan megoldást kell találnod, ami valamiképpen kapcsolódik a kardhoz. A kardhoz kapcsolódik. És ez lesz a megoldás. I was in the water when I felt something long and hard in the sand. I pulled it out and shouted, look what I have found, I think it's a sword. Tehát a vízben volt valami kemény, amikor valami hosszút és keményet éreztem a homokban, kihúztam azt a valamit és azt kiáltottam, nézd mit találtam, azt hiszem ez egy kard. És ez után rohantam anyámhoz azt kiáltva, hogy találtam egy kardot. Anyám azt mondta, hogy ez valószínűleg egy viking kard, és az apám ezután olyan izgatott lett, hogy még a foci meccset sem nézte tovább. Tehát itt az a kulcs szó, hogy talált egy kardot, tehát neked egy olyan állítást kell találni, ami ezt bevezeti. Hogy konkrétan mi történt azelőtt, hogy ő talált egy kardot, tehát ez. Tehát tudjuk, hogy itt a megoldás első menete megkaptuk a H-t. Na most, építkezzünk tovább. Tudjuk, hogy a 10-eshez jön a H. És akkor ne felejtsük el, hogy a megoldás mi a megoldás következő lépése. Hogyan mész tovább? Hát úgy, hogy megvan a 10-esből a H. Ugye megvan a C is, mert a C az volt a példa. Ugye? A C az volt a példa. Tehát a C-t azt megadták nekünk, hogy
Azt mondja, úgy kezdődik, hogy every summer we go to stay in a cabin by Lake Widostern in Southern Sweden. I like to play on the beach. One sunny day last summer, daddy told me to get a boy from the cabin to warn any boats because the water level was dangerously low. Tehát múlt nyáron, egy napos nyári napon apám azt mondta, hogy vigyek egy bóját a kabinból, annak érdekében, hogy a csónakokat figyelmeztetni tudjuk arra, hogy alacsony a vízszint. És akkor ugye, tehát megint, és meg tudom a hát, meg tudom a cét. Tehát tudjuk, hogy kellett valami a csónakoknak, kellett egy bója a csónakoknak annak érdekében, hogy figyelmeztetni tudjuk a többi hajót, hogy alacsony a vízszint, és tudom, hogy ezután meg az történt, hogy miközben a vízben volt, megtalálta a kardot. Tehát itt a megoldás következő lépése az a 9-es kell, hogy legyen, azért, mert a C-t meg a H-t azt már tudod. A kérdés az, hogy mi történt a között, hogy megkardot, meg hogy az apja azt kérte tőle, hogy hozzon egy bóját. Mi történt e között? Most átforgatok a következő lapra, megoldásokat. És erre, miután végigolvasom az összes megoldást, azt kell kapjam, hogy a kettes az egyébként az F kell, hogy legyen. Kettes az az F lesz. I went into the water with the boy. Daddy asked me to hurry so he could watch the World Cup final, but I didn't rush. Tehát bementem a vízbe a bójával, apám azt kérte, hogy siessek, hogy meg tudja nézni a világkupának a döntőjét, de mégsem rohantam. Ugye? Tehát ez lesz, ez fog a 9. helyre menni. Nagyon figyelj, hogy ugye ezek itt nem mérvadóak, tehát ez majd a 9. helyre jön a kettő közé. Tehát valószínűleg, hogy a 9. helyre az F mondat fog jönni. Ugye? Tehát a 9. helyre a megoldás következő lépése, hogy miután már van a 10-es helyre egy ilyen mondatom, a 0 meg a 10. hely közé bejön a 9-es. Hogy? One sunny day last summer, daddy told me to get a boy from the cabin to warn any boats because the water level was dangerously low. Utána jön az a mozzanat, hogy I went into the water with the boy. Daddy asked me to hurry so he could watch the World Final Cup final, but I didn't rush, de nem rohantam. Tehát a második mondat jön ide. Tehát ugye megvan nekünk a 10-es, azt írtuk be először, a H-t írtuk be először a 10-esre, és a megoldás következő lépése volt az F azért, mert ugye ez következett utána. Tehát a megoldás második lépése, a második lépése az volt, hogy beírtuk az F-et. Akkor megvan a 9. meg a 10-es. Mi a következő lépés? A következő lépés, meg az, hogy én például azt csináltam, hogy utána megnéztem azt, hogy mit adtak meg az utolsó mondatba. Nézd meg! Az utolsó mondatban megadták azt, hogy I am not a lady, but it's true, I found a sword in the lake. I wouldn't mind being queen for a day, but when I grow up, I want to be a vet. Tehát itt pedig ugye az arról van szó, hogy én nem vagyok lány, vagy nem vagyok hölgy, de az igaz, hogy találtam egy kardot a tóban. Nem bánnám, ha királynő lehetnék egy napig, de amikor felnövök, akkor majd állatorvos szeretnék lenni. Megint vadászunk a kifejezésekre, amik segítenek nekünk a megoldásban. Itt azt mondja, hogy I am not a lady. Nem vagyok lány, de mégiscsak találtam egy kardot a tóban. Ez az, ami neked segít a megoldásban. A megoldás harmadik lépése az ez, amikor észre kell venned ezt a két segítő kifejezést, azt mondja, I am not a lady. Tovább visszamegyek az előző feladatba, ugye a beírandó mondatok közé, és ne felejtsd el, hogy az közben észbe kell tartanod, hogy azt mondta, hogy I am not a lady.
És akkor itt ugye végigolvasod az összes lehetséges megoldást, és itt egyébként kiveri a szememet, hogy a hármasnál, bocsánat, hogy a B megoldásnál azt mondja, hogy people are saying I am the queen of Sweden because in the legend of King Arthur he was given a sword by a lady in a lake and he became a king. Az emberek ugye azt mondják, hogy én Svédország királynője vagyok, mert a legenda szerint Arthur királynak egy tóban lakó hölgy adta a kardját, és ugye ezután lett király. Tehát a B-nél van szó egy ilyenről. Akkor tudom, hogy a B-nél van szó egy ilyenről, de egyébként, hogy az összes megoldást végig kell nézned, mert nem biztos, hogy rögtön ez lesz a megoldás. De egyébként ugye tudjuk, az összes többi egyébként az ehhez nem kapcsolódik, tehát tudjuk, hogy a B-nél van egy ilyen mondat, és akkor ide, tehát a harmadik lépése a megoldásunknak, hogy mivel megadta azt, hogy én nem vagyok hölgy, de találtam egy kardot egy tóban, ide a B-nek kell jönnie, azért, mert azt mondják, hogy people saying I am the queen of Sweden. Itt ez a kulcsszó. Az emberek azt mondják, hogy olyan, mintha én lennék Svédország királynője, de én nem vagyok hölgy, de igaz, hogy találtam egy kardot a tóban, tehát itt ez a kulcsszó, hogy I am not a lady. Igen? De egyszerűen ugye tudom, hogy ez lesz a megoldás, mert az emberek azt mondják, hogy én vagyok Svédország királynője, de egyébként nem vagyok lány, ez a kulcsszó, innen tudjuk, hogy ide jön a B. Megyek tovább, tehát ez a harmadik lépés, aztán. Megyek tovább, ugye szépen fogynak egyébként a megoldásaink, tehát most ezeket ugye beírogattuk. Tehát akkor most jelenleg hol tartunk? Jelenleg ott tartunk, hogy van a 10-esre a H, megvan a H, a 9-esre megvan az F, és a 10-esre megvan, ugye a 10-esre meg, a, bocsánat, a 13-asra megvan a B. Akkor most ugye már fogynak a megoldásaink, nézzük a 11-est. I ran to mom shouting, I found a sword. She said it looked like a Viking sword. Daddy got so excited that he didn't even watch the football match. De mire idáig eljutottam, már egyébként beírtam egy csomó mondatot. Ide pedig ugye a lehetséges megoldások közül beírom az át. Ja, tehát ide már csak két mondatom hiányzik, a 11-es meg a 12-es. Beírom a 11-eshez az át. Miről van szó? Megint visszapörgetem. I ran to my mom shouting, I found a sword, she said it looked like a Viking sword, daddy got so excited that he didn't even watch the football match. És itt ugye megtalálta a kardot, az apjához rohant, aki nagyon izgatott lett. Ezután mi történt? The next day, dad showed this sword to an archaeologist. She called it sensational, she asked us to keep it a secret. Tehát utána, miután megtalálta a kardot, utána az történt, hogy másnap az apja megmutatta a kardot egy régésznek. És a régész, ugye a sí az a régészre vonatkozik, a régész szenzációsnak hívta ezt a felfedezést, és megkért minket, hogy tartsuk titokban. Ugye? Tehát tartsák azt titokban, hogy megtalálták a kardot. Aztán, tehát ide beírtuk egyébként az át. Beírtuk az át, kihúzzuk, megyünk tovább. Beírtuk az át, kihúztuk, és ugye már csak ide hiányzik egy mondatunk. Tehát ez a megoldás utolsó lépése, mindenhova írtunk valamit, egyedül a 12-es hiányzik. Tehát itt most azt kell kitalálni, mi történt a 11-es, meg e között az unfortunately között. Unfortunately, I had to give the sword to the local museum. Daddy explained, it's a part of history. Sajnos a kardot oda kellett adjuk a helyi múzeumnak, és ugye apám elmagyarázta, hogy azért, mert ez egyébként ez a kard a történelemnek a része. Tehát mi történt ezen két esemény között? Ez a megoldás utolsó lépése az 5-ös. Hát a D, hogy the archaeologist went to the beach too, and she also found a small medal. Then she announced the news, so it wasn't secret anymore. Tehát miután odaadták a kardot a régésznek,
a régész ezt a megtalált kardot szenzációsnak nevezte, és utána a régész maga is oda ment a tengerpartra, ő meg egy kis medált talált. Ezután ugye bejelentette a hírekben, hogy mit talált, szóval többé nem volt titok. Oké. Okay. Tehát legutoljára a D-t tudtam beírni. Tehát még egyszer, mi volt itt ennél a feladatnál a megoldás menete? A megoldás menete az, először találd meg, hogy melyik mondattal kell kezdened a feladat megoldását. Vadásszuk folyamatosan a segítő kifejezéseket. Például az egyesnél az segített, hogy rohant az anyjához, és azt mondta, hogy talált egy kardot. Egy viking kardot. Tehát először azt kell keresned, hogy melyik kifejezésben van szó egy viking kardról, melyik kifejezésről van, melyik bekezdésben van szó egy viking kardról, melyik bekezdés szól erről, a H. I was in the water when I felt something long and hard in the sand. Look at what I found. I think it's a sword. Tehát innen tudom, hogy a kardról van szó, tehát ez lesz a megoldás. Tehát nagyon fontos, ennél a feladatnál az a lényeg. Melyik mondattal kezded a megoldást? És arra figyelj, hogy milyen információk vannak megadva. Vadászd, keresd a segítő kifejezéseket. Most nyilván ugye itt is igaz az, amit mondtam, hogy azért valamilyen szinten értened kell magyarul azt, hogy miről van szó, miről szól a történet, és ezért fontos az, amit mondtam a kis könyvecskéknek az olvasása. És egyébként, amikor minden egyes mondat megvan, ugye az alapszabály, hogy mindenhová írunk valamit érettségin, semmit nem hagyunk üresen, mindig mindenhová írunk valamit. És miután minden helyre beírtad, amit kellett, akkor a legvégén az egész történetet még egyszer fúzd át, hogy passzol maga az egész történet, logikusnak az egész történet. Tehát ugye ide kitöltöttük a megoldásainkat, beírtuk a betűket, és a legeslegutolsó lépés a második feladatnál, hogy ugye miután ide az előző oldalra mindenhová írtunk betűket, akkor a legutolsó lépés, hogy ide a feladatra beírjuk a kért helyekre a betűket, mert a javító tanár csak ezt pontozza. Ennyi. Tehát ide beírjuk a megoldásainkat, és akkor rögtön van 5-ből 5 pontunk. Ennyi. Menjünk tovább, következik a következő.